Súlyos büntetésre számíthatnak a Karácsony Gergely mozgalma körüli bűnügy szereplői, ha az úgynevezett mikroadományok miatt indult eljárásban a bíróság elítéli az érintetteket. Erről írt a Magyar Nemzet. Alap emlékeztet, pénzmosás és költségvetési csalás gyanúja is felmerült, az okozott kár pedig több százmillió forintra rúghat. Mindezekért pedig több mint 10 év szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság. Általában csak egy báb, egy politikai kirakat bábú, aki ott van a főpolgármesteri pozícióban. Karácsony Gergely mozgástere korlátozott. A Gyurcsány Bajnai féle hatalmi kör teljesen leuralja a fővárost, mondta az M1-en Deák Dániel. A 21. század intézet vezető elemzője szerint az sem meglepő, hogy külföldi balliberális érdekkörök több milliárd forintnyi valutát utaltak a magyar ellenzék kampányára 2021 és 22-ben, amiből jutott bőven a főpolgármester mozgalmának is. Ezzel ugyanis megváltoztathatták volna a hatalmi erőviszonyokat a baloldalon, csak közben, ahogy maga Karácsony Gergely fogalmazott a visszalépésének okairól, elütötte őt a villamos. Nekik az volt a céljuk, hogy kormányváltás legyen, és azt látják, hogy azok a szereplők, akik mondjuk most jelen pillanatban jelentik a balliberális oldalnak a mainstreamjét, tehát a fősodratát, bennük nem látják a reményt, ezért lehet, hogy próbálkoztak ilyen úton módon befolyásolni, például a balliberális politikai oldalnak, vagy Hold udvarnak az összetételét. Én nem érzem magamat ebben az ügyben megszólítva. Bár Karácsony Gergely hónapokig tagadta a félmilliárdos botrányának részleteit, a bűncselekmény gyanús mikroadományok ügyében indult nyomozás szereplői, akár súlyos, több mint 10 év szabadságvesztésre is számíthatnak egy bírósági eljárás végén a Magyar Nemzet szerint. Melyik irodából hozta el a jegyzőkönyveket? Nem nyilatkozom, uram. Az eljárásról eddig annyi tudható, hogy Perés Gábor önkormányzati képviselő befizetései miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal július óta költségvetési csalás miatt nyomoz, de a pénzmosás és az OTP feljelentése alapján a hamis magánokirat felhasználásának gyanúját is vizsgálják. Karácsony Gergely pénzszállító emberénél nemrég tartottak házkutatást a nyomozók, akár csak Tordai Csaba ügyvédnél. Azt hiszem, hogy a lehető sikeres ügyem nekem volt. Sajtóértesülések szerint Gyurcsány Ferenc bizalmasánál, volt államtitkáránál a hatóság emberei az okirathamisítás gyanúját erősítő bizonyítékokat foglaltak le. De nem csak Tordai Csaba, hanem a DK elnök egy másik fontos bizalmasa, Ceglédi Csaba is komoly bajban van, akit 6 milliárdos adócsalással vádolnak. Látható, hogy ez a Gyurcsány Ferenc közeli kör, ez egy nagyon fontos politikai feladatot, funkciót lát el. Egy jól körülhatárolható politikai és gazdasági kör azon dolgozik, hogy Gyurcsány Ferenc érdekeit kiszolgálja, állapította meg a Kossuth Rádió reggeli műsorában Rotyis Bálint. A Nézőpont Intézet elemzője közölte, ez a kör nem fél attól sem, hogy a törvényeket kijátszva, megkerülve érje el ezeket a célokat. Bár a politikában, hát ugye olyan, mint a háború, úgymond mindent lehet, de hát azért mégiscsak azért a törvények betartását az jó lenne, hogy kikényszeríteni, és látható, hogy Gyurcsány Ferenc nem fél bármilyen eszközhöz nyúlni, hogyha ha szükség van a céljának az eléréséhez, és ezeket az embereket egyébként nem dobja el, tehát látható, hogy a Ceglédi Csaba esetén is, hogy a bajtársiasság megvan, tehát megvédi ezeket a személyeket, hogyha szükség úgy hozza. A Magyar Nemzet megjegyzi, bár az okirathamisítás büntetési tétele ugyan enyhe, de ha a pénzmosás, illetve a költségvetési csalás mértéke meghaladja az 500 millió forintot, akkor azért akár 10 év börtön is járhat, de ha a cselekményt bűnszervezetben követi el valaki, úgy a kiszabható büntetés felső határa a 20 évet is elérheti. A NAV által folytatott büntetőeljárás a 99 mozgalom ügyében jelenleg ismeretlen tettes ellen zajlik, azaz még senkit nem hallgattak ki gyanúsítottként.